mi a véleményed az iskolai dohányzásról? Nekem az a véleményem, hogy ki lehet bírni az iskolát, és utána is lehetne. Hogy nem muszáj itt, az iskolában. Be is tartott ezt? Én persze, mivel nem dohányzom. Köszönöm. Mi a véleményed az iskolai dohányzásról? Eszlek. Majd megeszem a szutára, hagyjatok. Mi a véleményetek az iskolai dohányzásról? Semmi. Hát a véleményem az iskolai dohányzásról, hát csupán, hogy nagyon egészségtelen, mert hát a tüdőt károsítja, és hát nem értek vele egyet teljes mértékben. Szóval nekem is ez a véleményem, hogy káros és hogy inkább sportoljanak. Szóval... Hát én momentán nem dohányzok, de... De szerintem nem jó dolog. És akkor miért csinálod? Én nem dohányzok. Hát én momentán nem dohányzok, de valaki ezzel él, az nem lehet leszoktatni róla. A véleményetek az iskolai dohányzásról? Hát eléggé káros, mit nem mondjak. Nagyon illatosak vagyunk tőle. Marha jó. Nem jó. Egyáltalán nem. Sokan dohányoznak, és ez nem ott, ahol kéne. Szóval például bemegyünk a WC-be, és úgy jövünk ki, nem, én nem dohányzok, de bemegyünk a WC-be, és úgy jövünk ki, hogy tiszta a cigi szagom van. Köszönöm. Mi a véleményem? Miért ne? Mi a véleményetek az... Ez a mész nincs véleményem. Ő elveszi át a díjat. És a színpadon Major Katalin. Kitűnő tanulmányi eredménye mellé szép sikereket könyvelhet el a tornasportákban. A Jókai Mór gimnázium tanulóját. Kedvenc sportága az atlétika, magasugróként jeleskedik. Kitűnő eredménye korosztályában az országos második legjobb ugrója. Edzője Varga Imre. A díjat Vitális Derfi Sándor általános iskola tanulója. Szeret focizni is, de igazán nagy siker tornában érte. Kedvenc sportága a karate. Kitűnő tanuló és kiváló sportoló. Az Európa kupák kategóriájában aranyérmet nyert, amelyet a komáromi mezőgazdasági érté ajánlott fel annak a diáknak, aki az elkövetkezendő 5 év alatt legtöbbször nyerje el a komáromi körzet jó tanuló, jó sportolója címet. Kívánunk mindnyájatoknak jó tanulást! Miért is kaptad te ezt a díjat? Tavaly évben sikerült egy nagyon jó eredményt elérnem. Az országos atlétika versenyen magasugrásból második helyezést szereztem. 185 cm-es eredménnyel, amit itt... Szerinted mitől döglik a légy? A légyirtótól. A légyirtótól. Köszönöm. Mitől döglik a légy? Jó, nem tudom. Szerinted mitől döglik a légy? Mit csinál? Mitől döglik a légy, szerinted? Mitől döglik a légy? Légyírtótól.
Mitől döglik a légy? Barna, bemutatnál, figyelj Barna! Figyelj, föl kell készülni, majd gyertek vissza, jó? Megyünk le! Nevezést adunk le, sajnos nem érünk el. Akkor ennyi, nem lesz. Mitől döglik a légy? Hát a lefúj a sprayvel. Légycsapot is üssél rá. Akkor még jobban. A sprayre üssél a légycsapot? Először lesprézed, aztán lecsapod. És akkor azt mondják, hogy lefújták a meccset. Most nem értek valamit, tehát a spérre üssem le a légycsapot? Fogod a légyírtot, lefújod az egészet, utána lecsapod mindegyiket, és akkor majd az lesz, hogy közlik, hogy lefújták a meccset, tudod? Tényleg? Komolyan. Komolyan? Komolyan. Komolyan. Tapasztaltad? Tapasztaltam, ezt otthon szoktam csinálni, igen. Főleg a fehér falon, mert azon jól látszik. Köszönjük. Szerinted mitől döglik a légy? A légyírtótól, határozottan. Kecs! A légy... ...tól döglik. Itt van Barna, jobban tudja. Mert öreg. Ez jó, azt is mitől döglik a légy szerinted? Mitől döglik a légy? Hát azt mondom...